Köszöntök mindenkit, ez itt a TNG Podcast 4. évadának 5. része, a mikrofonnál Barkóczi Norbert. A mai nap nem a Godzilla X Kong, az Új Birodalom című filmről lesz szó, hanem egy másik Godzilla filmről, amiről még nem hallottatok. Ebben lesznek segítségemre beszélgető társaim, itt van Horváth Kristóf, Star Wars szakértőnk. Szia, Krityu! Sziasztok! És itt van Kálmán Lajos is. Szia, Lali! Sziasztok! Tudjátok, hogy ha nem akartok lemaradni a következő tartalmakról, akkor iratkozzatok fel a YouTube csatornára, illetve Spotify-on is tudtok követni minket, Facebookon pedig a TNG Profession néven találtok meg, ahol a soron következő aktuális adásokról is láthatok infókat. Na, mielőtt azonban belecsapnánk a mai témánkba, amit hát már a címben azért láthattatok, félig meddig, ez a Godzilla minusz egy lesz, de még mielőtt belekezdünk, aktuális filmes sorozatos témákat hoztam. Van esetleg bármilyen film vagy sorozat, amit mostanában láttatok, és akartok róla egy pár szót mondani? Hát nekünk egy nagyon random vasárnapi program lett abból, hogy megnéztük a Kingdom of the Planet of the Apes-et, úgyhogy az jó kis program volt. Milyen lett a előző három trilógiához képest? Igazából, hogy is mondjam, teljes mértékben tök újdonságot nem fog látni az ember, de hogyha szereti a majmok bolygóját és ennek a világját, akkor nem fog csalódni. És állítólag még több részt is terveznek, sőt egész pontosan valami 6-7-8-9-et, tehát nem valami három filmről van szó, hanem elég hosszan szeretnék még ezt húzni. Igazából egy teljesen új storyline kezdett meg maga a film, amit igazából, hogyha az ember belegondol, ezt a majmok bolygója feelinget is lehet húzni addig, amíg az ember meg a fantáziája gondolja. Úgyhogy aki eddig is szerette, annak ez is tetszeni fog. Mert elég sok idő eltelt az előző, az utolsó részre mostani között így az időbe, igaz? Tehát, hogy azért így az van, új nézők van. Is be tudnak csatlakozni. Ezt a storyline-t azt is felkaphatja, aki még életében egy majmok bolygója filmet sem látott, úgyhogy akit érdekel, annak hajrá. Amit nemrég néztünk meg, az a The Mitchells versus The Machines. Ezt nem tudom, hogy láttatok, ez egy animációs. Nem láttam. Animációs kis filmecske, és ha jól tudom, akkor a Spider-Verse-ösöknek a készítőitől, ebben nem vagyok teljes egészében biztos, és ekkor raktam be a Netflixbe, amikor megláttam ezt a headline-t, hogy akkor a Spider-Verse készítőitől. Lehet, hogy ez csak a Sony-t jelenti, lehet, hogy az animáció, animátorokat, nem vagyok benne biztos, és egyébként egy nagyon kellemes kis animációs film volt. Nagyon hajazott a szuperhősök világában felfedezhető ilyen érzelmi hullámoktól kezdve minden ilyesmi, de egyébként ugye leginkább a családnak a dinamikájáról szólt, és hogy apa-lánya kapcsolatról szólt az egész, szóval egyébként nagyon, egyébként vicces is volt, meg az, hogy jó volt így a mondani valója, meg hát látványos, tehát hogy ha még nem láttátok, akkor amúgy érdemes megnézni. Akkor, hogyha jól értem, ez ilyen kifejezetten családnak való mozifilm, tehát nem csak a kicsiknek szól, hanem azért a felnőttek is tudják élvezni. Igen, inkább családot mondanék, egyébként a szuperhős rajongók előnyben, szóval, hogy nagyon sok vonalban megjelent benne a tényleg az ilyen szuperhősös zsánra, minden klisével és mindennel együtt, de igen, van mélyebb tartalom is benne, vagy mélyebb mondani való, ugye, hogy mondom így a például egy spoiler mentesen, de hogy hogyan kezeli egy apa a lányának a tinédzser válását, és úgy vice versa, hogy a lány hogyan kezeli az apját, hogy han látja az apját. Ez egy nagyon jó vonal benne egyébként, és nyilván a kicsiknek is nagyon látványos és vicces, szóval szerintem ez minden korosztálynak jó, meg amúgy jó pontokat is kapott viszonylag, szóval tényleg több szempontból is nagyon ajánlott. Láttam a Civil War című filmet, Polgárháború, ami már egy ideje megy a mozikban, Alex Garland a rendező, én a ő filmét szeretem, de az idei évet, 4. évet az Ex Machina című filmmel kezdtük, és ő is a rendező az azonos. Igazából az ilyen Amerikába játszódik, és hát ahogy a cím is mondja, Amerikán belüli ilyen polgárháború, itt szétszakadt az állam legalább két részre, és egyes államok kiváltak, és Amerika gyakorlatilag saját magával háborúzik, nincs teljesen így kimondva,
hogy most pontosan ki, meg milyen politikai oldalak, tehát ez így egyáltalán nem. Fotós, háborús újságírók szempontjából követjük nyomon a történeteket, ahogy nyilván Washington ostroma is, ahogy egyre közelebb kerülnek a Fehérházhoz, és hogy nyilván az egyik támadó fél az elnököt akarja kiiktatni, és nagyon érdekes, és nagyon ilyen erős atmoszférával rendelkezik a film, szóval nem, azért nem egy ilyen könnyű darab, mert elég durva jelenetek is vannak benne, meg a háború szemszögét, ezt a, hát picit arra akar kiukadni a film, hogy oké, vannak oldalak, meg politikai oldalak, de amikor ott van az ember a terepen, és ott arról szól, hogy valaki meg akar ölni mást, azért, mert őt meg akarja ölni. Tehát nyilván egymást meg akarják ölni, és szerintem nagyon erősen sikere lett, szóval jó kis film lett. A másik az igazából kapcsolódik a mai témánkhoz, mert láttam az új Godzilla X Kongot is, az új birodalom, ami hát gyakorlatilag folytatása az előző Godzilla vs. Kongnak, amiről ugye itt már volt a podcast első évadában, hogyha jól emlékszek, még hát igen, 2021-ben arról is Krityú meg szerintem jossal beszélgettünk. Szóval köbben annak a folytatása, ugyanez a színes szagos látványfilm, de én örülök, hogy nem azt beszéljük ki ma, hanem a Godzilla minusz egyet, mert szerintem sokkal jobban sikerült. A Godzilla X-Kong új birodalom, az totál azt kell mondjam, hogy akinek az előző Godzilla vs. Kong tetszett, annak ez is fog, aki meg nem, az ezt meg ne nézze meg, mert hát ugyanaz pepütába. Majd nagyon unatkozok, akkor megnézem. Én meg elkezdtem a Monsterverse 5 és még nem járok a Kong versus Godzilla versus Kongnál, szóval még azt hiányzik, meg majd ugye a legújabb, de majd bepótlásra kerül ez is. Az előzőek azok egyébként úgy elmentek, ilyen tipikus vasárnap másnapos. Amúgy igen, szerintem is, de hogy nem, egyik sem szerintem olyan durván kiemelkedő, de ez a vasárnapi matinének simán megfelel, akkor gondolom hasonló a Kong is, meg az legújabb is. Annak-e az idei évben város filmeitek, amiket mindenképp moziba, vagy nagyon-nagyon vártak, és ebben az évben fognak megjelenni, vannak ilyenek? Hát én őszintén szóval nem vagyok annyira oda az idei repertoárért. Talán az új ilyen film, ami trailer alapján nyilván az érdekesnek tűnhet, de ki tudja, azért elővételre nem ugornék be, de talán az, ami így inkább így állítólag vissza akarnak nyúlni, így az első Alien film feelingjét akarják hozni, úgyhogy én reménykedek benne. Nekünk most ugye a Furiosát beszéltük, hogy arra lehet el kéne menni Mad Max-nek a előzmény filmjére. Igen, ez a podcast ugye május végén megy ki, és gyakorlatilag ja, egy hete, hogy a mozikban van az új Mad Max Furiosa film, az igen, az eléggé város. Talán az az egyik. A másik egyébként meg a Deadpool versus Wolverine. Rég voltunk szerintem Marvel-es filmen, és ez most kifejezetten város, mert Deadpool mindig ugye szakította a MCU dolgaival. Most lehet, hogy mixelődni fognak, de nem is az a lényeg, hanem ő egy kicsit mindig más volt, és hát ugye jön vissza az egyik kedvencünk is, Hugh Jackman Wolverine szerepében, szóval ő egyébként nagyon város, meg egyébként az Alienre én is kíváncsi vagyok, de még nem tudom, hogy az beülőse, lehet, hogy előbb megnézném, hogy mit mondanak a kritikusok, de amúgy, mint Alien világa, szerintem az még sok mindent lehet ott mesélni, meg amúgy a horror szempontjából ez mindenképp érdekelhet, de nem tudom, hogy mit várhatunk tőle. Meg nem tudom, hogy a Joker ez évben, nem az jövő év, oké. Nem, az idén. Az idén jön, igen? Október magasságában. Jó, köszönöm, aztán csúszott. Az meg egy kicsit a fenntartásokkal, mert musical lesz valamilyen szinten, de ettől függetlenül megnéztem a trailert, mert kíváncsi voltam, hogy ebből hogy lesz valami, és a trailer alapján hozza az egynek a hangulatát. Kíváncsi leszek, mennyi lesz a musical elem benne. Ha egyszer-kétszer énekelgetnek, akkor az még simán jó, de amúgy szerintem így is úgy is ütős lesz.
Igen, a Jokerre kapcsolatban én sem tudom, hogy várom-e, vagy nem, mert picit engem is eltántorít a musical téma, de nem tudom, tehát vagy nagyon jó lesz, és valami zseniálisat húznak, vagy nagyon szar. Nem látom, hogy ilyen közepes lenne, úgyhogy én sem tudom, de reménykedek. És neked mik azok, amik amiket mondtatok, azok engem is érdekelnek, amit nem elüntetetek, és ezt talán egy kicsit kisebb hype-al meg költségvetéssel megy a film, de viszont a főszereplő és a rendező miatt én várom. Viggo Mortensen rendez és főszerepel egy filmben, a címe The Dead Don't Hurt, és egy klasszik western film lesz, az amerikai polgárháború után, nyilván a telepesek Amerikába törvény nélküli, és akkor ott rossz dolgok történnek vele meg a családjával. Úgyhogy figyelj, Viggo Mortensen szeretjük. Rendezőként én nem tudom, hogy láttam neki dolgát, de nem vagyok benne biztos. És hát westernben meg tök keveset kapunk igazából mostanában már, azért ez a műfaj a virágkorát, azt már régen magam mögött hagyta, úgyhogy minden új jó westernt én várok. Jó hangzik. Kanyarodjunk rá a mai témánkra, és akkor Godzilla minus one, vagy Godzilla minus egy, vagy Gojira, vagy nem tudom. Gojira. Gojira. Egy rövid szinopszis, mert tényleg igazából ez most így a Godzilla X Kong mellett szerintem így kicsit így nem ez kerül szerintem a mozijárók fókuszába, tekintve azt, hogy be sem mutatták Magyarországon, de erről is majd lesz szó, hogy viszonylag kevés helyen, tehát hogyha nem Japánban élsz, akkor az nem volt könnyű dolgod. Na szóval minden esetre a szinopszis az annyi, hogy Japán, közvetlenül a második világháború után járunk, nyilván alig tért még magához a háborúra történő pusztítások után, amikor már is egy új és óriási veszély fenyegeti Tokió partjait. Van nekünk egy főszereplőnk, egy dezertőr, kamikáze pilóta, aki traumát szenvedett a Godzillával való első összecsapása alatt, de ebben egy lehetőséget lát arra, hogy megváltsa a háború alatti magatartását. Fel nem dolgozott traumáit, így van. Úgyhogy az első kérdés, hát igazából ilyen bemelegítésnek az, hogy tetszett a film. Kérdezem ilyenkor, hogy most láttátok először, vagy nem, de hát gondolom, hogy ezt mindenki most látta elsőnek, mert hogy igen, visszakanyarodva, az gyakorlatilag ez tavaly évvégén jelent meg Japánban, és december környékén még Amerikában néhány moziba az eljutott ez a cucc. Gondolom azért is, mert az Oscar jelölésre is szánták ezt, nem hiszem, hogy túl nagy spoiler, de a legjobb vizuális effektekért járó Oscar-díjat el is hozta a film, ami hát nyilván egy technikai díl, de ettől függetlenül azért az nagy szó, hogy egy úgymond egy ilyen relatív kisköltségvetésű japán filmet el tudja hozni, és innentől kezdve végül is ennyi volt a megjelenés, és most május elején jelent meg Japánban fizikai adathordozón, Blu-ray-n és DVD-n, illetve az Amazon Prime, de ott is talán csak a japán Amazon Prime-on nézhető meg ez legálisan, szóval nagyon nehéz hozzáférni legalábbis egyelőre a cucchoz, úgyhogy mik voltak az első benyomásotok, hogy tetszett a film? Már azért láttam egy jó pár Godzilla filmet, meg egy pár japcsit is megnéztem, voltam annyira elmebeteg, és az eddigi repertoár alapján nekem ezt tetszett a legjobban, amit eddig láttam, és nem feltétlenül ami miatt Oscart is nyert, hanem szerintem inkább itt a történet szála az, ami inkább elvitte a showt, vagyis az is elvitte, és ez azért az eddigi Godzilla filmek eléggé gyengén teljesítettek. Én azon kívül, hogy láttam, hogy Oscart nyert ez a film, meg hogy most kijött, én azelőtt semmit nem tudtam róla, még szerintem a történetről is max ilyen, amennyit elmondtál, vagy annyit se, úgyhogy én teljes mértékben úgy jöttem rá a tévéli, hogy nulla background info volt, és hasonlóak, de egyáltalán nem csalódtam, és nekem teljes mértékben átjött így első röviden. Ugye mi beszéltük, hogy jön ez a Minus One, és mint Godzilla maga, mint jelenség, meg ez a lény, vagy a film, az nekem mindig is tetszett, szóval, hogy mindenképp meg akartam nézni. Nekem kicsit ilyen vegyes volt, vagy lehet még azt mondom, hogy mindig vegyes egy kicsit a véleményem vele, mert az első fele a filmnek kicsit olyan nehezen indulósnak éreztem, és nem volt olyan combos, de a végére felhozta, szóval, hogy sikerült neki. De ugye, ha megnézzük
a pontozás, hát akkor Rotten Tomatoes-on ilyen 98% az audience score is, meg a kritikus a score is, és hogy én ezt láttam, mielőtt elkezdtem nézni a filmet, és lehet, hogy nagyobb volt az elvárásom, sokkal nagyobb volt az elvárásom, mint amilyen a film maga. Ettől függetlenül egyébként jó volt a film, és a végére azt mondtam, hogy amúgy király volt, de az első felébe, vagy az első 40%-ban kicsit olyan furcsán néztem, vagy olyan kerestem benne, hova nagyobb lehetett szállítani, hogy hova fog kijutni a vége, meg hogy miről is szól, csak úgy nem éreztem még benne azt a pluszt. És a film felétől kezdte ezt megmutatni, ezt a pluszt, és amúgy az összességében úgy jó volt, tetszett. Amit mondtál Oscarral kapcsolatban, ezt is hallottam, és nekem a CGI, nem mondanám, biztos láttam már jobb filmet, amiben jobb volt a CGI. Kicsit nem tudom, hogy működik ennek a pontozás, vagy mi alapján pontoznak. A CGI meg a vizuális effekt, az nem feltétlen. Persze, persze egyértelmű, csak hogy a CGI alatt én most valószínűleg Godzilla-ra gondolok, szerintem ő volt az egyedüli, ami teljes egészében CGI volt, és nem semmi más vizuál effekt. És nekem jobban tetszik egyébként valamiért, de az lehet, hogy már csak a szörnynek a kinézete, vagy Godzilla-nak a kinézete miatt jobban tetszik az a másik vonal, amit említettünk, ugye ez a Monster vs. Godzilla, de lehet csak azért, mert nem tetszett az arca, vagy valami ott a feje, az nagyon ilyen furcsa volt számomra, de egyébként nyilván, ha megkapta az Oscart, akkor nem véletlen, tehát, hogy megérdemli. Nekem nem annyira tetszett egyébként a CGI vonal a Godzilla-ból. Hogyha visszamegyünk a kezdetekhez, hogy Godzilla első megjelenése az 1954-es, az első japán film, és hát azóta, hogy ha nem tévedek, összesen 38 film készült, amiben Godzilla szerepel, így vagy úgy. Ebből 33 japán, és hát ezen kívül ugye nyilván még 5 amerikai, ezeken felül még biztos számtalan animációs, meg sorozat, meg ez, meg az, de talán ezek így a filmes vonalt ennek lehet tekinteni. És hát igen, tehát van nyilván egy ilyen japán megközelítése, a klasszikus vonalon, és akkor vannak úgymond talán a 98-as Amerik-féle Godzillától kezdve, és most a futó Monster Verses változata is, meg ugye vannak a japán megközelítések is, és hát azért nyilván főleg Japán vagy Japánból indult ki, hogyha jól tudom, ezek a kaiju filmek, amikor nagy szörnyek pusztítanak, vagy mondjuk a várost, vagy egymást. Ezekből is van egy pár példa, akár amerikai verziókra is. Alapjáraton nem tudom, ezek a kaiju filmek nektek mennyire jönnek be, amikor hatalmas lények püfölik egymást és a városokat. Nekem volt egy időszakom, amikor nagyon rá voltam ezekre függve, és egy jó ideig nem is tudtam így a létezésükről. Amikor így bejött az internet, így a hétköznapokban is megismertem, hogy a James, az Angry Video Game Nerd-nek a Cinemassacre sorozatát, meg a videóit, én ott néztem, láttam, hogy basszus, mennyi Godzilla film van, amúgy még a palettán, és szerintem egy külön ilyen, nem is tudom, passzió, vagy nem is tudom, ilyen, hogy is mondjam, ilyen guilty pleasure kell ahhoz, hogy valaki azt nézze, hogy emberek ilyen jelmezbe konkrétan berekednek és ráborulnak, amit tudom én, a papírmasé városokra. Ez szerintem egy külön életforma, aki ezeket így élvezi. Egy párat megnéztem, de a legtöbbnek annyira gagyi, meg annyi bohóc az egész története, hogy ehhez képest ez a történet, Isten király. Na, ha azokból egy-kettőt megnéztek, akkor ezt értetni fogjátok az időt. Jobban értékeljük majd ezt. Így van. Plusz ugye nyilván az hogy még egy mondat erejéig, szerintem mindenkinek így az első emlék inkább azért a 98-as vagy a 99-es Godzilla film volt, a Matthew Broderick-es, ugye ő volt a szám főszereplő, és szerintem onnan van mindenkinek az első Godzilla élménye, amit az igazi Godzilla fanok elátkoztak, mivel ott Godzillát kb. 2 rakétával kivégezték a film végén, itt pedig a labor Godzillát meg egy atomvillanással se lehetett kivégezni így az eddigi sztorik alapján, plusz akkor még a kinézetét is megváltoztatták, és úgy nézett, mint egy T-Rex, úgyhogy azt inkább Zillának nevezték el, mint Godzillának, úgyhogy volt, miből még a Hollywoodnak is
változtatni az egészen. Én sose rajongtam ezekért egyébként, talán a Godzilla volt az egyedüli, és nem tudom, hogy azért, mert ez a leghíresebb, vagy mert ez a dino vonal, ez nekem valamiért tetszett. Viszont nem tudom, hogy, és ez egy kicsit nem feltétlenül filmes topik, de a Rampage nevezetű játékra, hogy emlékeztek-e, ez tipikusan az volt, hogy hát egy ilyen nagy gyíkkal, és nem tudom, hogy Godzilla-t akart-e teljes egészében ábrázolni, de hogy egy nagy gyíkkal, meg Konggal, tehát egyet is egy nagy vadállat majommal kell felmászni épületekre, és be kell törni az ablakokat, és megenni az embereket, és tankokat ölni, és nem tudom. Ezt a vonalat ezt szerettem, a filmeket kevésbé. Szóval játékvonalban volt meg ez a, én voltam a nagy szörny, és csapkodtam, de filmvonalban egyébként én azt annyira nem éltem őket. Főleg, hogy egyébként igen, egyik se feltétlenül amerikai vonal, szerintem nagyon kevés az, amelyik amerikai jellegű filmről beszélünk, inkább ezek az ázsiai, koreai filmek voltak. Én azokból kevesebbet láttam, vagy néztem. Talán Godzilla volt szerintem az egyedüli, aki, meg a Kong, aki így ennyire erősen betört, és ebből nekem Godzilla volt az, aki megmaradt, mint igen, őt szeretem, és látnék belőle többet, vagy szeretnék nézni belőle többet. Na és hát, hogy már Godzilla film, akkor szerintem nem lehet amellett elmenni, hogy ne beszéljünk magáról a lényről, annak a megjelenéséről, méretei, ugye? Itt azért, hogyha lehetünk már kicsit spoileresek itt a filmben, azért a méretváltozás is bekövetkezik. Képességei, itt nyilván az Atomic Breath, a lézersugár, amit kilő a szájából, azt azért mondjuk már majd, hogy nem szerintem mindegyik Godzilla-ba így, vagy olyan, ilyen vagy olyan módon láthattuk, de itt más képességeit is vannak itt ilyen durva regeneráció, úgyhogy Lali már említett, hogy neked annyira nem tetszett, vagy úgy az arca, hogy nem jött be neked a lényeg, de szerintem nekem meg pont az, hogy a szeme az annyira, hát új volt az ábrázolása, majd, hogy nem ilyen emberi volt egy-egy jelenetben, ami még ilyen groteszkebbé tette szerintem az egész szörnyet, és így még ilyen furább volt, és de szóval számomra nagyon hatásosan nézett ki, és egy picit, ugye, mindegyik, vagy sok verzióra rá lett ismerni, hogy ez talán ezt innen, ez talán ezt onnan, de szerintem tök jól el lett kapva a lénynek a kinézete, és hogy volt egy csomó nappali jelenet is, ahol teljes egészében láthattuk, és hát ez, a vízben játszódó, például az üldözős jelentek, és szerintem ott is nagyon jól nézett ki. Nekem lehet, hogy pont ez, amit mondtál, hogy olyan groteszk, olyan fura volt az arca, és lehet már túl emberi, nekem lehet ezért volt egy kicsit ilyen creepy, ilyen fura, és pont itt van előttem a vizes jelenet, amikor ott a hajót üldözi, és csak a feje látszik kint, és nekem ott is egy ilyen nagyon furcsa érzésem volt, hogy ez nem egy tényleg egy gyíkszerű szörny, hanem már valamilyen... Mármint, hogyha már a tudatánál lenne. Igen, egy kicsit humanoidabb jellegű ábrázolás volt az arcán, és nekem valamiért ez az, ami nem jött át, és nem tetszett, és nem is feltétlenül a technikai. Bár ott is a regenerálódást, azt mondtad, ott is amilyen módon regenerálódott, nekem az is egy kicsit ilyen furcsa volt. Tök jó, hogy van egy ilyen képessége, csak egy kicsit most ilyen imbalance-nek tűnik ez az egész karakter, szóval tényleg semmivel nem lehet már megölni lassan, de nekem ez az emberi arc egy kicsit amúgy olyan creepy, vagy fura, vagy disturbing, nem tudom melyik a jó szó. Lehet, hogy ezzel nem tetszett egyébként a CGI maga Godzilla-nak. Hát ugye ezen a Godzilla-n látszódik igazán, hogy ez egy nukleáris ivadék, őszintén szólva, mert ugye az alapsztoria az, hogy miután ugye az atombombákat ledobták, és akkor elkaptak egy kis sugárfertőzést, egy kígyék, és így tovább mutálódott erre a verzióra, amit itt látunk. És elég beteg lett. Főleg az, hogy behozták most tényleg a regenerálódási képességét, amire én nem gondoltam, hogy benne lesz, mert ugye legtöbbször, ugye, de már az Amcsi filmekben is így volt, hogy ugye alapból mondták is, hogy sima, ugye a robbanó töltetekkel, meg ilyesmivel ugye nem tudják megsebezni. És ugye itt is az volt, hogy is sem tudták jó, ugye a végén ugye megtalálták a, hát félig mendik a módszerét, ugye ő maga a Godzilla ugye mindig is más szörnyekkel volt, harcolt, és úgy alakult ki egy csatának a vége, hogy ők megküzdöttek egymással, és nem úgy, hogy mint amely rászóltak 20 rakétát, és akkor annyi is volt. Úgyhogy elég kemény volt, de ha most már tényleg a képességeit is bedobtad, én ilyen kurva jó
sugárvetését, ezt az Atomic Breast, nem tudom, hogy hogy nevezzem, mi most ennek a szakkifejezése, de még nem láttam. Hát én, amikor benyomta, hogy van egy rész a filmben, félig meddig ez igazából nem túl nagy spoiler, de ugye Tokiónak ugye több régiója van, és ők ebben a Ganzu város részben voltak, Ganzu. Ginza talán, Ginza, de igen. Lényeg a lényeg, hogy ott fog egy jelenet erejét támadni Godzilla, és ugye elég részletesen most tök, én is azt is láttam, hogy észrevettem, hogy tök jól lassan elhúzták azt a jelenetet, amikor feltölti magát egy kis atom villalással, és konkrétan, mint hogy egy mini atombombát lőtt volna amúgy Godzilla, aminek ugye volt is amúgy ebben a jelenetben egy ilyen tovább gondolása, és amikor az pukkant egyet, én ritkán szoktam ilyet csinálni tévére, de tényleg így néztem, hogy az igen, ez kurva jó volt, főleg úgy, hogy azért a hangrendszer is oda volt verve rendesen, az szólt, az a szépen szólt. És ugye abban volt egy jelenet, ami ugye ugye atomcsapásoknál, meg ilyesmiknél mondják, hogy ugye ez egy környezeti jelenség alapból, hogy amikor ugye a légtérben ugye rengeteg ugye füst, meg korom, meg smog, meg minden ilyesmi, amikor ugye egy eső formájában ilyen, igazából fekete eső lesz, és itt is volt egy ilyen jelenet, amikor a srác kicsit össze volt roskadva, és ez potyogott rá. Na, az kemény volt. Az volt szerintem az egyik legjobb jelenet volt a filmben. Érdekes, mert nekem meg egyébként pont az Atomic Blast, amit felhoztatok, és hogy amilyen módon kilőtte magából, az nekem természetellenes volt, hogy a hátából kijöttek a tüskék, és hogy itt nagyon ráfeküdtek arra, hogy ezt nem is tudom milyen közelről, és akkor ennyi ideig mutattuk, hogy a tüskék jönnek kifele. Nem tudom, melyik természetben megtalálható állat az, amelyik így viselkedik, szerintem nincs ilyen. Tehát egy kicsit nekem ilyen, ez is ilyen idegen volt, hogy ő nyilván fantazi, meg skifi, nem tudom, tehát hogy nem kell reális vagy realisztikusnak lennie, de hogy egy kicsit olyan, ha már azt mondjuk, hogy ez egy gyík, ami mutálódott, egy kicsit olyan fura volt, hogy kilőtte a tüskét, és akkor úgy töltődött fel. Ettől függetlenül nyilván látványos volt, csak én nekem egy kicsit én annak tudom be, hogy a japán túltolás, tehát a japán anim jellegű, ők szokták kicsit ilyen minden egyes jelenetet kimerevíteni, üvöltözni, még katarzisabb lesz az egész. Én kicsit ezt éreztem amúgy például ennél a... Érdekes, hogy ezt mondom, mert mink most pont nem arra beszéltünk, a színészi játék az amúgy japánokhoz képest visszafogott volt, és értem, hogy mire gondolsz, szerintem amúgy nekem tetszett, hogy kijöttek a kis tüskéje, a kis tarajai, és hogy így busztolta fel magát, és utána még vett egy nagy levegőt is, kitolta, és hogyha ott megnézitek, akkor ott konkrétan a kifelé menő sugár, ez még amúgy saját magát is megsebrezte, és ott is visszaregenerálódott egy kicsit ott az állkapcsa. Úgyhogy én ezzel krityúl értek egyet, hogy szerintem az a Ginzaváros pusztítása az bődületesen rohadtul jól nézett ki. Tehát, hogy igen, tehát nyilván egyértelműen ugye be lehet hozni ezt a párhuzamot, hogy az atombomba hatása ugye egyrészt nyilván a japán társadalomra, és akkor nyilván Godzilla is tehát eredetileg ugye az ős élményük is ez, hogy a bombától és a radioaktív sugárzástól való fénylem volt ugye nyilván az alapötlet az eredeti Godzillának is, és ezt a filmben is nagyon jól megjelenítik vizuálisan, tehát igen, amikor ő miután ezt kilövi, akkor konkrétan a gomba felhő megjelenik, amit említettél, Krityú, ez a fekete eső utána, és ráadásul még amikor robbanásban emlékeztek el, elsodorja a csajt, akkor utána a robbanás ugye olyan gyorsan, olyan ütemben tágul, hogy ott légüres tér keletkezik ott az epicentrumban, és utána az a vákum az még visszafelé is szívja a levegőt, és ez is teljesen pontos. Igen, igen, konkrét atombombát lőtt ki, mert a pillanás is ott volt az elején, ugye? Így van, és ez szerintem a megvalósítása, a kép és az audio, nekem ott letettem a hajamat, mert nagyon hatásosan meg volt csinálva. Említettem, hogy az emberi sztori része, az ugye ez eddig nem az erőssége volt ennek a filmeknek, de itt most Lali az elején mondta, hogy lassú volt valóban, de igazából ez szerintem egy olyan teremtett egy olyan alapot magában a filmben, hogy egy ilyen jó kis settinget tett. Tehát én nekem mindig is érdekeltem úgy az, hogy milyen komoly
emberi erőforrás, meg minden, hogy mit kellett megtenni egy társadalomnak, meg bárkinek, egy országnak, miután a szemétét bombázták az egész kis epicentrumát, meg városát, meg mindent, és ugye ezt próbálták egy kicsit ugye visszahozni ezzel, hogy ugye a srác miután ugye visszajött a világháborúból. Ez igazából nem spoiler, mert már kb. Az első 5 percben kiderül, hogy ugye maga a srác az egy kamikaze pilóta volt, és ugye bekamuszta azt, hogy nem működik a rendszere, és ő igazából megszökött a háború elől, és így élte túl. És amikor hazament, akkor szembesült azzal, hogy ugye milyen pusztítást élt át ugye az egész városa, és ugye már a szülése élnek, és az egyetlen ember, aki ott van, csak a szomszédja, és utána találkozik még a plusz szereplőkkel. Nekem ez a setting, ez adta, és örülök amúgy, hogy ebbe a korba vitték amúgy ezt a filmet, mert a modern korban szerintem nem működött volna ilyen jól. És nagyon jó, hogy mondtad ezt a kamikaze, meg az elején, hogy elvesztett a családját. Nekem ugye alapban nagyon tetszett, hogy Japán volt, ugye nyilván eredetiben néztem, és hogy a japán vonal, ahogy ezt belevitték, tudjuk, hogy ők az érzelmeket egy kicsit máshogy kezelik filmekben, sorozatokban, remake-ben. És itt is amúgy például az elején már, és szerintem már spoilerezhetünk, amikor ő ugye hazatért, és mondtad is, hogy ő egy ilyen failed kamikáze volt, mert nem halt meg, akkor egyébként leosztotta a szomszéd, hogy neked meg kellett volna halnod, és hogy rendesen ugye a japánoknál ez egy ilyen, mit csináltál? Hát te neked az a célod az életben, téged arra képeztek, hogy neked meg kell halni, és visszajössz élve, és hogy rendesen leosztotta, és ott egy ilyen lelki fröccsöt kapott elsőnek ugye a főszereplőnk, és ez nagyon érdekes, ez a kultúra, hogy náluk amúgy ez így működik, és hogy ez egy ilyen tök természetes dolog, nálunk meg hát full idegen. És nagyon jó, hogy igen, egyetértek, annyira jó, hogy behozták ezt a japán vonalat, és hogy ebbe a settingbe rakták, mert egy kicsit jobban megismered a japánoknak az életét akkori korban, vagy hát gondolom hasonló lehetett. Ez nagyon tetszett ez a vonal. Igen, és ugye végig a filmnek a drámája, ugye ebből is megy végig a főszál, hogy így a srác az nem tudott ezen igazából túllépni. És amúgy a dupla csavar magában a sztoriban, hogy megtudták ezt, mert igazából, ha néztétek mostanában, vagy ismeritek nagyjából egy japán kultúrát, most a nagyot ment ugye a Shogun, vagy Samurai, vagy melyik az Disney Plus-os, ott is olyan abnormális a saját kultúrájuk által elfogadott fasság van, hogyha bármi, mit tudom én, bestelenséget csinálsz, akkor a gyerekettől kezdve mindenkit meg kell ölnöd, utána meg magadat is, szintű dolgok. Visszatérve ugye a dupla csavar az egészben, hogy ezen már ő túl tudtak végül a film végén lépni, ugye az egésznek a konklúziójából. Ugye attól függetlenül, hogy megcsinálta a hősi cselekedetét, nem tétlen kellett volna neki ott hagyni a fogát. Így van, ez teljesen nagyon jó, örülök, hogy ezt beosztátok, és igen, pont ez a végén, hogy a második világháború utáni, és hogy ott ugye milyen szinten védekeztek, és hogy aki a második világháborús csendes utáni hat szintérnek a történetét ismeri, ott tényleg szigetről szigetre kellett az amerikaiaknak haladni a japán főszigetek felé, mert tényleg az utolsó leheletükig, de tényleg szószoros értelmében ki volt adva, hogy védeni kell az országot, és ezek annyira, lehet ez fanatizmusnak, becsületnek, akármilyen nevezi, de tényleg ez a japán társadalomnak a beállítottsága. És ezek ellenére a film ezt próbálja ezt a dolgot egy picit visszacsinálni, enyhíteni, pújítani, tehát ez a háború ellenes retorika, ez megjelenik itt a legvégén, ugye, hogy a Doki talán az a karakter, aki kieszeli ott a tervet, hogy nem, tehát nem feltétlenül az a megoldás, hogy vakon beleküldeni minden embert a halálba, és akkor megpróbáltuk, és ezt a tragikus, nyilván az egyénen keresztül is nagyon jól végigviszi a film, de ugye az egész társadalomra is, és hát megpróbál ez ellen egy apró kis gesztust tenni, és szerintem ez relatív azért új, vagy újdonságnak tekintető japánok részéről. Nekem amúgy még, ahogy mondtad is, hogy nem volt, nem tolták túl a színészek, tehát teljesen jól játszott mindenki, így bőven a túl sok ugye a Jackie Chan-es filmeken nőttem fel meg azokat, mondjuk ők hongkongiak, kínaiak, de nagyjából azért ugyanaz a kultúra, vagy hasonló, de a színészi játék nekem amúgy teljesen átadta így az érzelmeket, meg mindent, amit így megéltek ott a karakterek.
és nekem hihető volt, nekem nem volt annyira föltől elrugaszkodott se, mármint az, hogy nyilván ez egy kitalált sci-fi, de mégis élhető volt az egész, hogy el tudtam képzelni, hogy ez a valóság, és megtörténnek azok a dolgok, amiket ott látunk. Az, hogy Japán volt, és kicsit hozta nekem az anime feelinget, és ez több esetben, például az elején, nem tudom, mennyire emlékeztek, hogy beszélgetett a csajjal, nem emlékszem a pontos kontextusra, vagy hogy mi volt a téma, de hogy mutatták egy pillanatra a csávókámat, visszafordultak, és a csajom elaludt. És akkor ez a nani, ez a tipikus, tehát a japán humor is volt benne egy-kétszer, tehát hogy nekem emiatt adta el egyébként az egészet, meg például ez a hajós jelenet, ugye, amikor kint vannak kis béna csónakkal, jön Gojira, mit csináljunk, be kell védeni a nagyobb, vagy hogy kell idő, az is egy kicsit ilyen One Piece-es volt az egésznek a hangulata, szóval, hogy nekem sok, és valahol ott kezdett nekem beindulni, tehát hogy úgy, amikor már átjött az, hogy akkor ez egy japán kultúra, japán anim jellegű film lesz, és úgy is kell vegyem, olyan szinten kell őt kezeljem. Nekem valahol ott a felénél kezdett el ez beindulni egyre jobban, és hogy a vége fele is ez a tipikus japán vonal, és tényleg az érzelmeknek a kifejezése volt, és ezért szerintem nekem a végén azért csapott át egy jó filmbe, hogy ezt tudta hozni teljes egészében. Na és akkor szerintem mindenféleképpen említsük meg azért a végső harcot, amikor ugye megpróbálják legyőzni Godzillát. Egyrészt, ugye, ahogy említettétek is már, mindegyik filmnek szerintem egy ilyen csúcspontja, tetőpontjának szállják ezt, hogy ugye hogyan próbálják megölni Godzillát, és voltak már itt nagyon elborult, meg nagyon béna megoldások is. Nem tudom, hogy szerintetek ez mennyire volt kreatív, ez az ötlet, így összességében. Azt csak felhívom a figyelmet arra a párhuzamra, hogy Godzilla végső legyőzése és a film közepén már említett aknakereséses dolog, az ugyanaz volt, ugye aknát is két hajó között kifeszített hálón, ott húzták a hálót gyakorlatilag, és amikor elkaptak egy aknát, akkor azt ott tudnán felrobbantották. Ugye Godzilla ugyanezt csinálták, csak nagyba, két nagy hajó körbe kerülte őt, és tehát akkor jól értem, gyakorlatilag egy úszógumit raktak Godzillára? Nekem nagyon ritkán van, hogy úgy nézek egy jelenetet, hogy mi lesz, meg ilyesmi, tényleg már szerintem az inger küszöbünk az már ilyen végtelenségig már ki van maxolva, de ez nagyon tetszett, néztem, mondom, úristen, és még mindig feljön, és még mindig megy le, még mindig teljesen engem mert Istenem, még ugye leszedte magáról a kis ruhát is, lehet azért egy kis rövid magyarázatot biztos, hogyha fatalom nézi ezt a filmet, akkor egyből megmagyarázza, hogy ez miért fasság, de maga az alapelv az nem volt rossz, hogy minél ugye lentebb nyomják a víz alá, és amúgy, amit ha észrevettetek, hogy amikor már így majdnem feljött Godzilla, egy csomó heg meg látszott, hogy azért kurvára megviselte az, hogy lenyomták ilyen. Ez a nyomás különbség, ugye. Utána még fel is húzták, így látszódott, hogy megborroncsolódva nyújtani a regenerálódott, de ez az ilyen részletek, ezek tetszettek, amiket így behoztak. Utána meg a száj szétrobbantás, az a sát, azt nagyon tetszett, amikor minden hang elvágva, és csak mindenki néz, hogy mi lesz? És akkor végén, boom! Nagyon-nagyon tetszett, hogy fizikai módszert próbáltak alkalmazni a legyőzésére, és nem azt, hogy lőjük szarrá. Szóval tipikus amerikai megoldás, lőjük szarrá, ha nem tudjuk szarrá lőni sima rakétával, próbáljunk atommal. Tehát, hogy ugye csak nagyobb energiát használtak. Nem feltétlenül. Igen, nagyobbat pukkanjon, és ugye az előző filmből az atommal még felhergeled a fiút, vagy egy kicsit erősíted. Itt pedig ugye a regeneráló képessége miatt így esélytelen volt bármilyen ilyesmi fegyver, de az, hogy azt mondjuk, hogy kihasználjuk a fizikáját a mélységnek, ugye a tenger vagy az óceánnak, az egy nagyon-nagyon clever módja volt egyébként a legyőzésnek, szóval én nagyon örültem, hogy nem csak lövöldözésről szólt, hanem hogy egy kicsit ilyen fizika irányában. Most az mindegy, hogy mennyire állja meg a helyét egyébként a fizika, mert például volt olyan, hogy Godzilla ott állt a vízben a végén, és hogy sokszor a fizika, vagy áll a vízben, a óceán közepén, és full flat, full still. Igen, és hogy gondolkoztam, és tehát, hogy menet közben így
beszéltük is, hogy most akkor szigeten áll, vagy nem? Ja nem, hát milyen, tehát hogy valami mély részen vannak, hogy le tudjon menni nagyon mélyre, de akkor hogy áll olyan, tehát hogy voltak ilyen kis apróságok, vagy most csak egy például a film felére, vagy közepére visszakanyarodva a vonatos jelenetnél is volt olyan, hogy ott a csaj benne volt a vonatban, és olyan pozícióban volt ott a vonaton, és kapaszkodott, és szinte lebegett. Szóval voltak ilyen kicsit ilyen fizikai buktatók a filmben, de ha ezt kivesszük, és csak azt próbáljuk meg megfogni, hogy a módszertan, amivel legyőzni akartak, az nem egy tipikus lövölde, hanem valami okossággal. Szerintem ez így nagyon jól állt a filmnek, és ezt jól is kihozták, vagy kivitelezték. Ott is volt egy kicsit vicces, igen, hogy úszogumit rakunk rá, igen, hát azt raktunk, de hogy amúgy jó volt az egésznek a kivitelezése is, meg a módszertana. De itt igazából itt a sztori szempontjából, meg a különbség a régi filmekhez képest még az elég nagy, ami ehhez még kapcsolódik. Hogy miért nem lőtték, hogy próbálták még jobban szar előni, hogy igazából ott a hadsereg, meg így nagyjából mindenki így a tőkecserben hagyta ezeket az embereket, akik ott élnek, és ezért sem volt egy nagyobb fegyver jelen pillanatban, mert mindenki ezt így ignorálta, meg. És ugye sima ott a hajósok, meg ezek próbálták valamit izélni, annyira kaptak valami 4 szar fregattot, vagy nem tudom, még valami fegyvertelenített fostalicskát, és akkor azzal ugye próbálták ezt a manővert végrehajtani. Nekem egy dolog, ami nagyon ilyen varif jellegű lett volna, hogyha ugye az elején, ahogy kezdünk, az, hogy még egy fiatal Godzillát látunk, tehát ott egy nagyon pici Godzillánk van, és hogy a kamikaze pilótának megvan a lehetősége lelőni. És ugye nem él vele. Beszari volt, nem lőttök, mindegy, most nem az a lényeg, hogy mi történt. És hogy ugye a végén, úgymond, lehet lehetőség ezen javítani. És hogy ez a mi történt volna egyébként, ha akkor lelövi, ez most csak nyilván ez meg kéne kérdeni a készítőket, de hogy vajon akkor az a Godzilla, az ugyanilyen erősségű volt, vagy tudott-e már úgy regenerálódni, vagy hogy volt-e már olyan fejlett, hogyha esetleg akkor meghúzza a ravaszt, akkor egyébként legyőzzük-e. És hogy szerintem ez egy kicsit ilyen két-egy direkt ott hagyta az íróköltő, mert enélkül nem lett volna meg az egész kiteljesedés a filmnek, hogy meg kellett bocsátani azoknak az embereknek, aki ott túlélte, neki meg kellett bocsátani. Tehát, hogy valószínűleg nyilván ez így kerek, de egyébként végigfutott a filmbe, hogy mi van, ha akkor lelövöm, lehet, hogy ott kipurcan is kész vége, nyilván akkor nem lett volna a filmünk, de hogy tök érdekes ez a gondolatmenet, vagy az egész, ahogy az erre is rácsavarta egy kicsit az egész sztorit. Akkor váljunk szint, srácok, már szerintem Krityó az elején lehet, hogy említette, de azért megkérdezem, hogy a legjobb Godzilla film valaha, nyilván hozzá kell tenni, hogy igen, tehát én sem láttam, nagyon kevés japán Godzilla filmet láttam. Az Amcsikból szerintem azt láttam mindet, tehát így összességében is szerintem ilyen mondjuk 7-8, max. 9 Godzilla filmet láttam. De azt kell, hogy mondjam, hogy én megmerem kockáztatni, hogy ez a legjobb Godzilla film valaha. Mit gondoltok? Láttam azt 98-99, nem tudom, hogy mikor volt az első amerikai. 98-as, igen. Nekem az kis csikókoromban nagyon beégett, és én azt nagyon szerettem. Tehát az valamiért egy ilyen favorite lett, de azért, mert egy olyan zsárát láttam, szerintem akkor kiskoromban, amit még nem láttam már. Szerintem sokan, főleg itt mondjuk Európa Magyarországon, az volt az első Godzilla, akivel találkoztak a legtöbben így tényleg így mainstreamben, igen. Azért, mert az még pre-internet. Biztos lesz második rész. Igen. És nekem egyébként tetszik ez a Monster vs. szaga is, azért, mert építkezik és próbál valamit kihozni. Nyilván ott a Chihipuhik, meg a CGI, meg egy csomó minden ott is más jellegű, de hogy nekem tetszettek ez is. Ez, amiért nagyon tetszik, és hogy nem tudnám azt mondani, hogy a legjobb, de hogy egy nagyon jó, lehet, hogy a legjobb egyébként, mindegy, hogy nekem ez az a japán vonal, tehát nekem az vitte el, az anim vonal, az anim jellege vitte el az egészet, és hogy megpróbáltak nem az amerikai csihipuhira és lövöldözésre menni, hanem egy kicsit az érzelmi vonalakra, meg inkább az a PTSD már egy kicsit lelágottson, de hogy mégis erre ültek rá, és hogy inkább ezt dolgozták fel. Nekem ezért tetszett máshogy, vagy jobban, mint a többi Godzilla film. De hogy Nem tudnék választani, mert hogy valahogy úgy egyik se egy nagy favorite, ebbe is ugye nekem megvoltak az ellenérzéseim, de ettől függetlenül, mivel ez teljesen más irányba próbálta elvinni, és Godzilla egy kicsit ilyen kellék volt, nem is feltétlenül a fő
irányvonala a filmnek. Nekem ezért ez tetszett, ez a Godzilla. Amúgy a cím, hogy -1, az egyrészt ilyen kettős jelentés, tehát hogy ugye az, hogy tehát, hogy ez az első, az 1954-es első Godzilla előtt játszódik így időrendben, de nyilván nem kell hozzá azt látni, és azt nem tudom, hogy logikailag amúgy így beleillik-e így a történetekbe, de mindegy, ez előtte játszódik, plusz még a -1 az arra is, de hogy nyilván Japán a második világháború után, a két atombomba után ugye nullára lett ledarálva, elpusztítva, és akkor jön még Godzilla, és akkor jön nulláról még -1-re leviszi így a dolgokat, amerre jár kell. Amit meg akartam említeni a film kapcsán, az igazából a soundtrack és a filmnek a zenéje, mert az, ami még szerintem, hát talán az ire a pontot felteszi. Az nem titok, hogy a korai Godzillákból, ha jól tudom, az 1964-es Mothra versus Godzilla-nak a fő témáját azt átveszi. Ezt a zenét, ezt igazából azóta fel is dolgozták Amerikában is, és sok más helyen is lehetett hallani, de a monumentalitása és a, hát egyszerűen az a félelmet keltő összesség, amikor meglátod jönni, és bejön a zene a filmnek szerintem 2 vagy 3 pontján, hidegrázós, szerintem nagyon jól el lett találva. Igen, az eredeti Ekte Godzilla zene, ugye a bevonulós, de amúgy, amikor az akciók voltak, meg az endscreen ott is volt ez a, én nem ismerem magának a soundtracknek a nevét, de igazából az is ugye a megszokott Godzillás felcsendült zenék voltak, úgyhogy ebben is pluszpontot érdemel szerintem, mert jó volt a zene is amúgy. Meg tényleg az, hogy nem voltak esti jelenetek, mert eddig ugye a legutóbbi nagy visszatérés a Godzillának, ugye a US-be az a 2013-as vagy 14-es volt ez a Godzilla, amiben ugye Bryan Cranston is benne volt egy kb. 5 perc erejéig, de ott is a filmnek a 80% az sötétben játszódott. Utána a következő a Godzilla vs. Kong, annak is nagy része sötétben játszódott, és egyszerűen már annyira idegesítő, amikor semmit nem látsz, és próbálod a jelenetekből kiszúrni, hogy mi történik. Itt meg azért végig broad daylight volt. Hát nyilván itt gondolom a CGI-nek az elrejtése az sokkal könnyebb sötét jelenetekben, mint egy ilyen nagyon szép világos jelenetben. Ez csak tippelek, vagy lehet, hogy egy kicsit a horror vonal miatt is. Amit a filmes szakértő. Persze, ilyen sötét jeleneteknél ez egyértelmű, hogy ápol is eltakar, de igen, tehát egyetértek. A filmnek a büdzséje az pont a számot nem lehet tudni, de amerikai mércével mérve alacsony, nagyon alacsony, tehát ilyen 10-12 millió dollárnak megfelelő ilyen volt, aminek megint nem lehet tudni pontosan, nagyjából a harmada az csak a VFX-ekre ment el, és 100 millió dollár felett hozott, szóval magasan nyereséges volt a film. Nyilván a film utolsó képkockáiból sejtető folytatás, és a bevételek miatt lehet, hogy lesznek a folytatása is, de tényleg nagyon-nagyon kevés pénzből, és relatív kevés VFX-es szakember dolgozott a filmnek az utómunkálatain, és tényleg ahhoz képest Lali említetted, hogy lehet, hogy láttunk már, nem tudom, szebb, meg jobb megvalósítás, és mit tudom én, a víznek az animáció, meg ilyen apróságban, hogyha bele akarunk kötni, biztos volt már jobb, de összességében szerintem nagyon jól ki lett találva így az egésznek a hangulata, meg a témája. Szóval most belegondolok, nem is sok helyszín volt igazából. Most így mondtad a költségvetéssel, kezdtem gondolkodni, hogy hány helyszín volt nagyjából, ugye volt, amikor a házukban voltak, volt, amikor abban a eligazító terembe, raktárba, meg a vízen kb. Ennyi volt, ilyen 4-5 helyszín. És ami nem feltétlen baj, csak gondoltam, ez is közel lehet annak, hogy nem volt annyira eleresztve a költséget is. Hát meg túl sok színész sem feltétlenül volt, szóval igen, nyilván máshova tették a költségvetést. Egyébként lehet tippelni a folytatásnak a címére. Godzilla plusz van. Nulla. Vagy nulla. Vagy, ez oké, de hogy az nulla az már volt, nem? Vagy ez már nem tudom. Podcast végig szokásos ajánló rovatunkkal fogjuk zárni. Akinek ez a film tetszett, annak hozzunk néhány hasonló témájú, hasonló stílusú filmet, vagy akár sorozatot is, hogyha olyat is tudtok mondani. Kezdem én a szokásosan. 2016-os Shin Godzillát hoznám.
az ezt megelőző utolsó, azt hiszem nagy költségvetésű szereplős Godzilla film. Ez még japánabb, szóval akinek ez mondjuk már túl japános, és mondjuk ami Lalinak tetszett, de másnak nem, akkor én azt nem ajánlom, mert az még jobban ennyire, és ott sokkal elborultabb Godzilla, ott nagyon-nagyon brutál dolgokat letol, meg képessége is, de tényleg akinek bejön így a japán vonalos Godzilla, és nem láttam még a Shin Godzilla, és hogy a kaiju filmeknél maradva, akkor a 2008-as Cloverfield, ilyen talált kamerás, lejön egy lény, New Yorkba mehet erre, és ott aprít, az akkor szerintem nagyot ment abban az évben, és hogyha hatalmas szörnyek és robotok verik egymást, akkor azért a 2013-os Pacific Rim, ami meg szintén amerikai, azt is ide tudom sorolni, főleg az első részét, az nekem nagyon tetszett. Gypsy Hunter robottal. Így van, Gypsy Hunter abban volt. Ja. Na, nektek vannak ajánlásaitok a kedves hallgatóknak? Én most szerintem nem filmet fogok ajánlani, hanem ha már Lali felemlegette, és most nézem a YouTube-on, és ebből visszaemlékszek a jelenetekre ebből a játékból, akkor töltsétek le a Rampage nevezetű játékot, keressetek rá, és próbáljátok ki, mert hozza a feelinget. Ez mikori játék? Ez egy retro game? Ez régi? Hát, retro game-nek számít, igazából elsőnek ugye még az alap Nintendo-ra jött ki, és utána kapott még azt hiszem egy ilyen 64-ra volt egy felújított verziója, vagy még talán más. Ez egy 86-os, igen, és egyébként, ha jól emlékszem, volt egy második része is. A Rampage World Tour volt az ilyen N64-en, amit nyomtunk is. És várjatok, van egy Rampage nevű film Dwayne The Rock Johnsonnal. Az ilyen lazán kötődik ehhez, mert ott is valami nagy majmok. Az alapja. Uh-huh. Így lehet, van, mert a Rampage-ben is. Filmet, nem vagyok büszke rá, de láttam valamilyen, nem tudom, miért. De akkor annak a szellemi öröksége, tehát hogy az univerzum? Na, zsír, oké. És akkor ott is ízelnek mindent, és ott a gorilla a barátja Vin Dieselnek, és akkor... Vin Diesel. Rock. The Rock. Rocknak, és akkor azok nyomulnak. Ami hasonló, az én csak a Monster vs. Godzilla-t tudnám mondani. Nyilván más, mert ott, ahogy beszéltük is, amerikai vonal, és inkább a látvány és a lövöldözésről szól, de ettől függetlenül Godzilla, mint olyan, meg mint ez a jelenség, ez abban jól van. Ugye, hát megmutatva is, meg többet is láthatunk belőle, szóval én csak azt tudom ajánlani. A hallgatóknak pedig köszönöm, hogy itt voltatok. Legközelebb, majd egy hónap múlva fogunk érkezni egy újabb témával, ami remélhetőleg a Furiosa című film lesz, bár már akkor egy hónapja kint lesz, semmi baj. Facebookról lehet informálódni, aki követ minket, hogy éppen milyen téma fog az aktuális héten megjelenni. Lali, Krityu, köszi szépen, hogy elfogadtátok a meghívást, és hogy itt voltatok. Legközelebb, ahogy említettem, egy hónap múlva találkozunk, és addig is jó podcast hallgatást mindenkinek. Sziasztok! Sziasztok!